Az érden élő embereknek, az érden élő családoknak nagyon fontos, hogy a természettel minél inkább harmóniában élhessenek. Egy új túraútvonal, a Leven-Duna útvonal kialakítása kezdődött meg az elmúlt napokban, illetve ennek a felfestése. Miért volt erre szükség, illetve milyen területet fog ez felölelni pontosan? A Leven-Duna útvonal az a fennsíktól, tehát a általunk Leven-Dunásnak nevezett területtől fog egészen a Dunapartig tartani. Ez egy 16 kilométeres útvonal, aminek egyébként van folytatása mindkét irányba. Tehát egészen pontosan a sárga jelzés fog a dunántúli piros jelzésből kiindulni a Biai erdőben. Ez megy le a Dunapartig, illetve egyelőre a már Szászhalombattai területen álló Sánchegyi keresztig kilátó pontig. A Leven-Duna útvonalnak a jelzése pedig egy lila kettős hullám lesz, ami így egy igazi egyedi jelzést kap, és egy könnyen megkülönböztethető útvonal lesz egyébként a túraútvonalaknak a pókhálószerű rendszerében itt a környéken. Az előző városvezetésnél felmerült az a gondolat, hogy a levendulást, illetve annak helyét esetleg eladják, és ott lakópark épülhet. Most ugye jelen pillanatban egészen más a helyzet, és tényleg arra törekednek, hogy Érd értékeit, természeti értékeit megőrizzék. Ez valóban így van, hogy az általunk Leven-Dunásnak nevezett területnek a pontos lehatárolása igazából soha nem történt meg. Tehát több olyan helyrezi számmal rendelkező terület van fent a fennsíkon, a város szélén, ahol egyébként Leven-Duna terem mind a mai napig. Pont ezen az útvonalon is van egyébként több olyan kis tisztás, ahol a fenyvesek között Leven-Duna és árvalányhaj található, egészen mesebeli az érzés, amikor az illatokat érzi az ember, és nehéz elképzelni, hogy tényleg pár méterre vagyunk a lakóházaktól. Tehát ennek a fejlesztésnek, amit nem is nagyon neveznék fejlesztésnek, mert nagy beavatkozásokat egyáltalán nem tervezünk az útvonal mentén. Ennek pont az lenne az értelme, hogy a város közigazgatási határán belül alakuljon ki egy olyan egységes zöld terület, amit mindenki, családok, kutyasétáltatók, kirándulók, túrabiciklisek, mindannyian nagy örömmel lehet folyamatosan és hosszú távon úgy használni, hogy kifejezetten szabadidős és rekreációs célokra. A területen rengeteg a magántulajdon, azért ezt fontos tudni. Egészen biztos, hogy időről időre újra fel fognak bukkanni majd mindenféle fejlesztési vagy építési elképzelések. Mi ennek a területnek teljesen más jövőt képzelünk el. Érd nagyon népszerű, egyre többen szeretnének itt élni, ide költözni. Hogyan lehet valóban megóvni ezeket a területeket, illetve mi az a határ, amit meg kell húzni? Hiszen nyilván azáltal, hogy egyre többen élnek itt, muszáj lesz bizonyos területeket esetleg alkalmassá tenni arra, hogy itt lakóházak épüljenek. Ugyanakkor gondolom van egy elképzelés ebben, hogy mi az a határ, amit valóban meg kell húzni, hogy a környezet az sértetlen maradjon. Ez valóban így van, a legdinamikusabban fejlődő település vagyunk az agglomerációban, és az egyik legfiatalabb magyar város. Ha nem tévedek, akkor 35 év körül van az átlag életkor. Rengeteg fiatal család költözik be a városba, jellemzően kisgyerekekkel, vagy akár újszülöttekkel. A tavalyi évben 750 babát köszönthettünk Érden, úgyhogy valóban el lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon progresszíven emelkedő lakosság számmal kell valamit tudnunk kezdeni, mert azért ez feladatokat is jelent. Tehát itt nem csak az infrastruktúra, meg nem csak az intézményfejlesztés nagyon nehéz ennyire gyorsan növekvő lakosság szám mellett, hanem például az is, hogy a nagyon, nagyon alacsony számú és kis területű parkoknak a rendszerét azt jelentősen növelnünk kell. Tehát azokat a zöld területeket, azokat a szabadidős és rekreációs területeket, azokat meg kell növelnünk és újakat kell kialakítanunk, amitől egyébként mindenki jól fogja magát érezni a városban. A építészeti kérdésekre vagy a beköltözők igényének ilyesfajta kiszolgálásáról én mindig azt szoktam mondani, hogy több száz foghítelek van a városban, épüljenek be ezek a foghítelek, és akkor utána esetleg érdemes azon elgondolkodni, hogy hova lehetne még lakóövezetet kialakítani. Jelen pillanatban két ilyen terület van, a Néra utca, illetve a Kolozsvári utca környékén, amin gondolkodunk, hogy esetleg újabb lakóházakat érdemes lenne kialakítani, de elsősorban intézményfejlesztésben is gondolkodunk pont ezeknél. Szeretnénk alközpontokat kialakítani, szeretnénk pont a Leven-Dunás környékén egy felső parkvárosi, vagy fenyves parkvárosi, ki hogy szereti nevezni, alközpontot kialakítani, hogy az M7-esen túli területekről ne kelljen minden egyes szolgáltatás igénybevétele miatt a Balcsi-Zsilinszky útig lejönni az ott lakó, most már kb. 7000 embernek. Tehát a Leven-Duna túraútvonalnak a másik nagy értéke, hogy azokat a területeket
erre nagyon jól fel tudjuk fűzni, ahol egyébként valamilyen rekreációs vagy parkfejlesztést tervezünk. A Szilvafás Park területén szeretnénk kifejezetten közparkot kialakítani. A Bibic utca végén van egy egykori iskolakert, ahol szeretnénk valami hasonló megfontolásra, hasonló funkciókkal rendelkező területet, kicsit most fel van gazdosodva, de azt is szeretnénk megint csak a köz örömére bocsájtani. Egyébként a mélyút környékén is a próbeavatkozásokra lesz még szükség, elkezdett épülni, vagy rövidesen elkezd épülni majd az önkormányzat beruházásában egy présház, ami megint csak egy közösségi területet fog tudni jelenteni. Illetve hát a Duna parton is azért kisebb-nagyobb beavatkozások folyamatosan szoktak történni. Itt a kisebbet mondanám hangsúlyosnak, hiszen a végső elképzelés az lenne, hogy a Leven Duna az tanösvénytől és túrapályától tanösvényig és túrapályáig tartson, ami megint csak az erdei túrapálya minimális beavatkozás, viszont akik meg pont ezt keresik, hogy olyan szabadidős tevékenységet végezhessenek a jó levegőn, azoknak mondjuk ne kelljen a parkvárosból elmenni a Dunapartig, vagy a Dunapartról ne kelljen fölmenni a Fennsíkig. Pedig azért érdemes kimozdulni és rászánni az időt, hogy az ember elmenjen egy kicsit távolabb, és ott is megnézze azokat a természeti szépségeket, amit esetleg a másik részen nem talál meg. És hogyha már a kertekről beszélünk, illetve a természetről, akkor fontos azt is megjegyeznünk, hogy az érdi lakosság nagy része szívesen tart állatokat, kutyát is többek között, de esetleg más házi állatot is szívesen tart. Ebből adódnak-e problémák, amire szeretné felhívni a figyelmet? Én nem állítom azt, hogy minden egyesebbet lejelentettek és bejelentettek, de sok-sok ezer kutya van a városban, nagyon sokan tartanak kutyát. Azt sem mondom, hogy nincsenek konfliktusok a kutyatartók és más kirándulók, vagy mondjuk a kutyát pórez nélkül sétáltatók és a vadászok, vagy a vadállományért aggódók között. Én úgy gondolom, hogy a felelős állattartás az mindenkire vonatkozik, és a felelős állattartásnak a tolerálása, tűrése, az pedig szerintem egy alapvető elvárás lehet bármilyen városlakó irányába. Nagy konfliktusok nem szoktak lenni, olyasmik történtek, hogy a kutyák támadtak meg őzeket, vagy kutyák zavartak föl vadakat pont a Fennsíkon. Vaddisznók jöttek be a városba, nem olyan régen több család van, ami egyébként egyrészt öröm, hiszen azért a Fennsíkon a vadállomány az ezek szerint nagyon jól érzi magát. Ez egy feltétlenül értéke a városnak, hogy közvetlen közelünkben ilyen természetközeli helyek is léteznek. Akinek a kertjében benn van egy vadisznó család, az nem biztos, hogy aznap pont ennek annyira örül. Hát ezeket a kérdéseket, ezeket persze kezelni kell, és ezeket a vadásztársasággal, az erdészettel, a Pilisi parkerdővel, a mezőrökkel, illetve hát adott esetben a polgári természetőrök vagy a polgárőrség bevonásával azért mindig igyekszünk kezelni. Igen, az érdi lakosok többször feltesznek képet, vagy akár videón rögzítik nyulak, róka esetleg, illetve hát a vaddisznó az valóban egy olyan, szinte teljesen már köztünk él, és bemerészkednek valóban. Mit lehet tudni egyébként Érd vadállományáról, hogy körülbelül milyen mértéket ölt ez, vagy mennyire van valóban rendben? Tehát mennyire tudunk mi így harmóniában élni. Hát az fontos tudni a vaddisznókkal kapcsolatban, hogy pont a sertéspestis miatt folyamatosan gyérítik az állományt. Nemrégében beszélgettem az egyik vadásztársaságnak a vezetőjével, az ő elmondása alapján nagyon stabil és egy szépen fejlődő vadállomány van, nem csak vaddisznóból, hanem mindenféle más vadállatból is a Fennsíkon. Kezelni kell, hát ez kétségtelen, tehát azért összeértünk az erdővel. Tehát a Török-Bálinti erdőben is van etető, van a Fennsíkon is több helyen etetés. A város széli kertekbe betörő vadak pedig nem csak Érden, hanem Sióskuton, Török-Bálinton, Bihatorbágyon ugyanúgy jelentenek adott esetben problémát. Nem biztos, hogy a kilövés lehet az egyetlen megoldás, ezt mi nem is nagyon szoktuk propagálni, nem is nagyon szoktuk szeretni, hogyha ebben gondolkodik bárki. Az lenne a szerencsés, hogyha a vadak megtalálnák a lakott területen kívül a nyugodt életvitelükhöz szükséges terület. És nyilván fontos esetleg megemlíteni, hogy aki nem vadász, az ne igazán próbálkozzon ezeknek az állatoknak az elejtésével. Épp, tehát ez megint csak nem az én kitalációm, hanem ezt vadászok mondják, hogy egyébként a város szélső utcáikban a lakosság fele az eteti az állatokat, a másik fele meg nem győzik tőlük, hogy megszabadulni, vagy nem győzne, hogy megszabadulni tőlük, tehát nehéz ebben az esetben igazságot tenni. Én mindig annak vagyok a híve, hogy a vadaknak az erdőben a helye, meg fönt a mezőkön a helye, amikor betévednek a városba, akkor hát mondjuk úgy, hogy illik őket visszakísérni, vagy csak annyira megzavarni.
itt a nyár, itt a jó idő. Azt hiszem, hogy a legfontosabb a természet és az ember kapcsolatában az élni és élni, hagyni, figyeljünk oda egymásra, figyeljünk oda a környezetünkre. Így van, és amik egyébként vannak szabályok, azokat pedig tartsuk be. Tehát főleg a kutyasétáltatók, poráznék, hogy ne vigyék fel az állatokat az ösvényekről, ne nagyon térjenek le a túrázók. Nemrégiben elindult egy összefogás Török Bálinttal például az illegális kvadozás, az illegális motokrosszozás miatt, ami egyébként szintén zavarja a vadállományt, meg a kirándulókat, tehát még baleset hál' Istennek nem történt, de nem is szeretnénk, hogyha történne. Azért egy kvad vagy egy motokrossz egy élesebb kanyarból kijöve, mondjuk egy túrabiciklivel vagy pláne gyalog arra sétáló család esetén az komoly veszélyt jelent. Egyébként a vadállománynak a beérkezése a városokba is köszönhető annak, hogy ezekkel a gépekkel megzavarják őket az eredeti élőhelyükön. Tehát ez is egy komplex összetett probléma, amit szeretnénk együtt kezelni a velünk összeérő településekkel.